Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami végre egy lovas tartalom lesz. De be kell valljam, hogy ez nem az én érdemem, hanem Bájos segítőmé öcsié. Sziasztok! Ja. Eddig megvoltunk. Tegnap kérdeztem tőle, hogy segít-e nekem felvenni egy videót, csinálunk-e valami közös videót, hogy normálisan is megjelenjen a csatornámon, nem csak így vlogokba egy-két másodpercre. És volt egy olyan ötletem, hogy csináljunk egy mennyire ismer a testvérem quizt, ami egyébként nem rossz ötlet, úgyhogy ha szeretnétek, hogy legyen egy ilyen, akkor ide a kis kártyára felülre teszek egy szavazást, és ezt légy szavazzátok meg nekem. Viszont előállt egy ötlettel, hogy a tükör nélküli sminkkihívás alapján csináljunk egy bekötött szemes lófelszerelés videót. És egy pillanatra ezen azért megálltam, hogy wow, azt nem tudom megcsinálni. Na mindegy, de hát ebben a videóban ezt fogjátok látni, hogy bekötött szemmel megpróbálom felszerelni a jószágot. Ő lesz a kameramen, és... meglátjuk, mi fog történni. Igen. Izgulok, izgatott vagyok. Tudom, hogy nagyon ki fogsz röhögni, úgyhogy ettől egy kicsit tartok is, de én azt mondom, hogy kezdjük el, menjünk ki az istálóba, és ha van még valami, amit nem mondtam el, akkor azt ott még el fogom mondani. Egyébként nektek megmutatni, hogy megtaláltam az egyik régi kesztyűmet, és hol látszik itt? Régen így működtek a dolgok. Imádok kesztyűbe lenni, szerelésnél is mindig kesztyűbe voltam, meg mindig, tehát hogy folyamatosan kesztyű van rajtam, mert nagyon-nagyon fázós a kezem. Nedd meg! És mindig így kivagdostam a kesztyűimnek a végét, hogy ne kelljen nagyobbat venni, de a körmöm is beleférjen, vagy kiférjen rajta. És ez egy nagyon régi kesztyűm, látszik, hogy azért már meg van halva, de benne lehetsz te is, igen. De nagyon szeretem, igen, téged is nagyon szeretlek. Ne kapcsolt ki. Ó, Istenem, de szép vagy. Megeszlek. Megeszlek. Úgy fogjuk csinálni, hogy ez lesz a szemkötőm, és minden az eredeti helyén van. Nem készítettem elő semmit, látjátok, egyáltalán nincsen kint semmi cucc. Így kell majd megtalálnom a dolgokat. Az jó, hogy Enjoy biztosan partner lesz, mert nagyon szépen tud állni egy helybe. Igen. És... szereti, hogyha piszkálva van, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz baj. Készen állunk? Biztos? Oké, okay. Ezt akkor valahogy... utoljára lecsekkolok mindent, hogy ne menjek neki semminek. Ezeket ki nem mert hajtani, hogy neki fejeljek valaminek. Amúgy attól tartok, az a baj, hogy Sanyiból simán kinézem, hogy miközben kameráz, így elém pakol dolgokat, hogy direkt neki menjek. Aha, kösz, tök jó. Szóval, ezt így felhúzom. A szememet beköti, mármint, hogy eltakarja, és még a fülemet is, tehát, hogy hallani se halljak rendesen. Középen van ez legalább, hogy nézek is ki valahogy. Bár mondjuk szerintem... oké. Okay. Nagyon rossz érzés. Az első dolgom az... fixen az, hogy le kell, hogy vegyem a takarót. Na várjál, átmegyek a másik oldaladra. Jézus, nem fogok tudni így felszerelni. Jaj. Szia! Takaró. Túl sok rajta a csat, ezt már most megmondom. Oké. Ez sokkal nehezebb, mint gondoltam. Au, au, belevattam! Ez nem lesz így jó. Szóval, meg kell találjam a kikapcsolóját. Itt van. Oké, okay. Oké, okay, menni fog, menni fog. Igen. Kell lennie még egynek, azt hiszem. Vagy nem. Fordítós, igen. Igen. Oké. Okay. Á, megvan! Tudok jönni, vagy felakadok? Attól félek, hogy felakadok. Úristen! Oké, okay, azt hiszem, hogy megvagyok. Lejött egybe, ez az.
messze vagyok még. Ez rossz ötlet volt, ez nagyon rossz ötlet volt. Fal mentén közlekedjünk, az biztonságos. Kellene nekem... Jaj, oké. Okay. Ugye nem nyitottál ki semmi? Jaj. Oké, okay, kezdek odaérni a izéhez. Au. Ez már az a box, ahol az alátépek vannak. Oké. Okay. Ez nem alátép, ez az. Tiszta szava van, úgyhogy ez nekem most jó lesz. Új, új! Ezt ide lerakjuk. Jó, kötél. Kötél mentén közlekedünk. Falnál vagyok, a fal nekem nem jó. Igen. Ez kemény, ez... Hát, ezt szeretném. Igen, ez jó lesz. Nem, jaj! Ne haragudj, kicsike, meghúztam a buksidat. Oké. Okay. Jó. Ez nem olyan nehéz. Ez megy. Na, no, hová is? Nem hiszem el! Miért ilyenkor kell? Oh my God. Majd... Nem hagyunk semmit célja. De... Lábamhoz esett, úgyhogy itt van. Oké. Okay. Maradjok kérlek. Annyira félek, hogy felakadok. Jó. Lépésenként... Oké. Okay. Tudom a kanapét. Itt a szék. Itt van Enjoynak valahol a hevedere. Ez két bőrheveder, és ezt tudom, hogy te ráraktad, hogy könnyebb legyen beakaszgatni a dolgokat. Úgyhogy van egy hevederem. Mi kell még nekem? Itt egyenesen kell jönni az ajtóhoz, azt hiszem. Ez még kevés, aha. Oké. Okay. Te itt vagy amúgy, jössz egyáltalán? Ami a fura, hogy nem kellene, hogy csupa legyen a szemem, de csupa van még a szemem pluszban. Itt van a kantárja, azt tudom, de azt még nem veszem le, hanem a nyereg kell nekem, ami emlékezetem alapján itt kell, hogy legyen. És talált, ezt, várjál. Ez nem az enyém. De ez az enyém. Ugye ez az enyém? Én nem tudom. Megnézem a kengyelt, a kengyelből tudni fogom. Yeah, ez az én gyergem, ez az. Oké, okay. Oh. És itt mellette vannak a tüskék, igen. Haha! A rutin azért az még megvan, csak most az a baj, hogy jutok el a másik sarokba. Ajaj! Próbálom elképzelni, hogy mennyire lehet. Aha, nem sikerült. De várj, ez nyereg. Nekem pedig kéne megvan. Aha, itt vagyok a kis pacucoknál. Nem, nem gumis. Ez segédszer lehet talán. Aha, itt van rajta, hogy Kenta úr, ugye? Ezt még itt felveszem, mert valahol itt van a... Hopp, minderem. És visszajövünk a kantárját, mert kell, hogy legyen szabad kezem. Jó, ajtó, akkor mindjárt itt van a... Vagy? Ez már a küszöb, aha, jó. Ezt nem gondoltam végig. A fal biztonságot ad, hopp. És akkor itt kell lennie a gyerektartónak.
Nem tudom, hogy ez jó ötlete, hogy én erre fel akarok pakolni, de ezt fogjuk tenni. Csak ne esett jellek, mert ez nagyon nehéz. Ne nevess már! Hát az előbb itt volt. Oké. Ennek neki fogok menni következőre. Ez itt már a sarok. És akkor a kantár pedig itt van. Ez a szélső, ez az enyhé. Többet vettem el olyan? Aha. Egy fokkal. Menj már innen! Ez egy kantár. Jó, ez így nekem nagyon jó. Kell-e még valami? Kész vagyok. Wow. Valaki megeszi a kötelet közben. Enjoy! Nem szabad! Itt van valahol akkor a nyerek. Itt van már. Itt van. Ennyire messze vagyok, te jó ég! Ha? Kihez nyúltam hozzá? Jó, ez a kötél! Szia! Szia, kicsikém! A kantárt azt ide fel szeretnék tenni. Erre. Jó. Ide raktam le az alátétet. A kötélhez raktam le az alátétet. Akkor az itt van. Aha, rajta állok. Hol vagy, Sanyi? Erre. Oké. Okay. Jó. Ó, miért ilyen messze raktam el a cuccok? De olyan hülye vagy! Miért szivadsz? Hallod, nem hiszed el. De elvetted a cuccot! Nem. Elvetted a cuccot, mert itt van lent a... Na nem. Elvetted! Én nem. De most hol van Enjoy? Wow! Ilyen közel vagyok! De jó! Jó, de ügyes vagyok! Ez az. Kösz. Nem jól áll a másik oldalt, azt hiszem. Aha, fel volt hajtozva. Hátul van nagyon. Most tudtam el az előbb a keredet. Melyik oldal, melyik? Hogy is szokott lenni? A kerete úr. Igazán nincs. Léci, ne mocorog, segíts nekem! Amúgy ezek a dolgok már nem olyan nehezek, amikor egy helybe vagy. Remélem kövér és nem tudod becsatolni. Na jó, nem bújtatjuk be, hanem előveszem a verőmet. Melyik az első? Úgy fejbe fogom verni magam mindjárt, te jó ég! Oké, megvan. Ha, nem szúrsz ki velem. Megkerültem volna a lábát, és itt kívülről csatolom be. Nem arra vagyok. Ja. Ajaj. Gőzöm nincs, hogy hol van.
itt. Tehát akkor itt, és akkor hol van a kis pöcöl? Jó? Ott a kezednél. De ne dugd fel annyira. Ah, megvan, megvan. Aha. Mi nem úgy? Ah, te jó. Önvédőt kihoztam. Miért nincs itt? Ennyire jöttem el. Nem Anna! Megint bele fogok rúgni. Ott van. Ahova elrúgtad? Az itt nem segítesz. Ah, de jó. Gyerünk bátrabban. Mindegy, inkább maradok ennél azon. Ez a biztos. Most már itt kell lennie. Megvan. Jé, a kicsikén, olyan ügyes vagy. Ez az első lába egyáltalán? Ne, túlképzett a lovam. Még rész sincs köztem, most leraktam a másikat, nem hiszem el. Hova tettem? Ugye nem ugyanarra a lábára rakom keresztbe. Kantárt ide raktam a... Annyira nem éreztem párhuzamos... Jaj! Szia! Párhuzamosnak az egész történetet. Mi van? Hol a... Itt kell lennie a kinyitónak. A kinyitóra raktam be. Nem jó helyen vagyok? Az a baj, hogy nem értem most, hogy itt mi van. Ennyire előre raktam a kantárt? Aha. Jó. Tudod, mi röhögnék nagyon? Na. Most levenném a kötőféket. És itt hagyna. Aha. Megkap még be Léci, mert az ablagumit igazgatom. Nagy átkérek. Hallod? Jobban sikerül zablagumival belerakni a szájába, mint ha látod. Nem mocorogj. Ez csak kikapcsolom, mert zavar. Elsőre sikerült. Hello! Opa! Megpuszíltam az ablakomit. Ugye nem pusztam ki. Oh. Kiment innen a szer, ugye? Basszus. Pedig azt hittem, hogy kitaláltam. Most vedd le és nézd meg, mit műveltél. Hú, de világos van. Hú, várjál. Fel van szerelve. Hát, mondjuk, hogy fel van. Jaj! Ügyes vagy!
Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, viszont eszembe jutott valami. Mivel Sanyi nagyon jól szórakozott rajtam, hogyha videóra összegyűlik, hát mennyi legyen, 5000 like? Nem utagassál felfele! Legyen 5000 like, és amennyien csak tudjátok, írjátok a komment részlegbe, hogy legyen Sanyi kiadás, és akkor Sanyi is megcsinálja, még lehet, hogy addig, amíg itthon vagyok. Úgyhogy, szóval menjenek a lájkok, a kommentek, hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjátok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen az Instám mindig lent van a leírásban, hogyha lecsekkoltok, azt megköszönöm. Enjoy-jal együtt még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, a holnapi részben találkozunk. Sziasztok!